Erős vár a mi Istenünk. Drága testvérek, az igét olvasom a Galata levél második részéből, 20. verset, közismert, áldott szép szakasz, Galata 2:20. Krisztussal együtt megfeszítettem, élek többé, nem én. Él bennem a Krisztus. Élek többé, nem én. Él bennem a Krisztus. Helyüket foglaljuk el. Egy öntudatos hegyke, hallatlan, művelt, talán fiatalember még kora szerint, elindult Isten tiszteletre Jeruzsálemből Damaszkusz felé. Azzal a nem titkolt szándékkal ott élő keresztényeket begyűjtse, összegyűjtse, vigye börtönbe, megaláztatásra. Úgy gondolta, ez nem más, mint Isten tisztelet. Ment talán büszkén, talán éppen öntudattal, jót tesz, jót csinál, Isten magasztalja vele. Ám a város határában egy mennyei fény körbe ölelte őt, és a földhöz vágta, csak úgy nyekkent. Saulról van szó, későbbi Pál apostolról. Ülete ott, a föld porában vett egy nagy fordulatot. Megvakult. Merre mész, Saul? Jött egy mennyei hang. Miért bántasz engem? Miért üldözöl engem? Ki vagy te, Uram? És ott élete megrecsent. Megrecsent, valósággal összetört, összeoblott. Fölkelne a föld porából, és nem tud fölkelni, mert megvakult, mert vak. Lesz segítség? Jön valaki oda mellém, belém karol, vezet valamerre. Mi lesz vele? És így élt 3 napon keresztül, amíg újra visszanyerte látását egy kedves, egyszerű ember Anániás ölelése által. Kijött, mikor meglátta, nem legazebberezte, hanem szeretettel így szólította, atyám fia, Saul, az Úr küldötte hozzá. A stressz életéből messze távol került, látása megjött. Kettő összefügg. Megvakult, mert akkora stresszbe került, irgalmatlan stressz állapotba, hogy belevakult. A szeretet, a Szentlélek gesztusa, nem káromolni őt, bár megérdemelte volna, talán átölelni és szólni, atyám fia Saul. Élete megfordult, de nagyon megfordult. Addig büszke ember volt, nagyon büszke ember volt. Tudatos, készült a szolgálatra, az életre. Művelt ember volt. Kijárta a kor híres iskolájának, Gamálielnek magán teológiáját talán, ott szerzett mai szóval nyelvvizsgákat is. Művelt ember volt. Büszke ember volt. Ember volt. Irigylésre méltó ember volt. Ember volt a összetört, és valaki más vette át a helyét ember voltának, az emberért lett Isten, Jézus Krisztus. Sok levelet írt, ezt is megírta Galácia tartományainak gyülekezeteivel, ezzel a mondattal, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, élek többé, nem én, él bennem a Krisztus. Kettős szakasz. Eddig én éltem, jól éltem. Volt jövedelmem, karrierem. Ismertek talán sokan, becsültek sokan. Aktívan végeztem a rám bízott keresztény üldözést. Ez most véget ért. Egészen más kezdődött el. Nincs állásom, nincs jövedelmem, és mégsem félek, arca valahol ragyog ennek az embernek. Nincs pénz, jövedelem,
munkahely, állandó, tartós munkahely, és valahol mégis boldog, mert él bennem Jézus. Baráti társaságban hajött a szó a hit kérdéséről. Sokan megszólaltak maguk felfogásával, tartózkodva, kérdezve, ellenkezve, hitet valva. Valaki így fogalmazott, nem is sejtette, hogy sokak nevében fogalmazott így: én félek a hitről. Én félek megtérni, mert akkor elvesztem önmagam, saját énem, gondolataim és vágyaimat is, azt nem szeretném. Én valahol ember vagyok, de a világban nincsen két egyforma falevél, egyforma két ember sincsen. Én szeretnék ember maradni. Én nem akarok megtérni, mert az leterhel, bűnöket olvas a fejemre, én valahogy nem merek megtérni. Sokan mondnak így. Nagyon sokan. Félek megtérni, mert akkor le kell mondani sok mindenről. Középiskolás diákokkal beszélgetve ott a gimnáziumban többen megfogalmazták: ha megtérek, nem mehetek diszkóba? Ha megtérek, foci meccset nem lehet néznem? Jó hívő nem néz foci meccset? Jöttek a kérdések. Ki tiltja meg? Nézzél foci meccset. Nézzél úgy, mint Isten gyermeke. Az ő védelme alatt, hogy ne tehetnéd? De már az ő gyermeke vagy, te ezt tudod. Ember, szabadulj fel. Mert a hit nem leterhel, a hit nem húsba köt, ellenkezőleg szabaddá tesz. A hit szabadság. Ma is és mindig is. Ja Istenem, mit kell tennem? Ez nem hit. Ez a régi-régi pogány gyökerű vallásosság. Jaj, el ne roncsam. Jaj, mit kell tennem? Jaj helyett, Uram, mit kell tennem? Mit cselekedjem? Amit te mondasz, azt teszem, és akkor is úgy leszek emberré. Pál példája. Ma ő világhírű ember, Biblia által, korábban nem volt az, egyes sok közül. Élete ezt példázza. Nem hisztéria, jaj, mit kell tennem, jaj, bűnös vagyok, nem. Jön és fölemel. Fölemel, mert szeret. Fölemel, mert emberré kíván tenni egyértelműen. Ott a társaságban volt egy orvos ember is. Ő is megszólalt végül, és elmondta életét. Orvosnak készült már kisgyerekkora óta, nem csak a gyógyítás vágya hajtotta őt, hanem a pénz is hajtotta őt. Remek szakmát választott, nőgyógyász és szülész. Tehetséges orvos volt, dőlt hozzá a pénz. Sikeres orvos volt, ismerték sokan, magas tarifája volt, de sokan mentek hozzá mégis, mert hát a doktor úr. És rádöbbent arra, hogy amit ő tesz, az nem orvoslás. Elege lett. Elege lett abból, hogy hetente háromszor, négyszer gyilkolnia kell. Abortuszt végezni. Mi vagyok én, mészáros? Vagy orvos? Embereken segítő, fogadalmat tett élet? Hát nem. Rátört ennek minden nyomorúsága, rátört minden baja. Nem vagyok hajlandó ilyet csinálni. Főnökei ezt nem szerették. Lassan, szépen a kórházból kiutálták. És ő vállalta. Máshogy nem kapott ilyen munkát, elment házi orvosnak. Elmentem, mondta az illető, és most békességem van. Örülök, jó a kedvem. Életem megrecsent. Volt egy emberi vágyam, egy nagy-nagy vágyam. Népszerűség, sok-sok pénz, siker, meg is kaptam, el is értem. Aztán jött a megrecsenés, a megfeszítés, megismertem Jézus Krisztust, ma nem is akarnék visszamenni a régi munkámba. Semmiképpen sem. Most vagyok ember, és nem akkor. Akkor sokan köszöntek rám. Sok telefonhívást kaptam, tessék elvállalni, engem is, minket is. Nagyon népszerű voltam, ma nem vagyok az. És sokkal jobb így,
mert lelkem megnyugodott, a hit által felszabadultam. Mert a hit, még egyszer mondom, nem gúzsba köt, ma sem, nem leterhel, nem hisztéria, jaj, vigyázz, nem sokkolni kíván az Úr, az Isten szeretet. Nyilvánvalóan nem teltek meg bármit, szó sincs róla. De nem teszem meg boldogan, örömmel, mert ő leszoktat arról, aminek rabja voltam korábban, ez a hit, testvérek. Aminek rabja voltam korábban bárminek, arról ő leszoktat teljes egészében, és szabaddá tesz. Ma jó látni a holland világhírű festő Rembrandt életének változását, üzenetét egyértelműen. Fiatal Rembrandt, sikeres ember, ott állak sorba a kérők, portrét készíteni őről, a családjáról, de mai fotós, és ő vállalta és csinálta, és dőlt hozzá a pénz. A híres Rembrandt mester kitűnően fest arcokat, portrékat, bármikat, menjünk hozzá egyértelműen. Az ember, az ismert, az üdvözült, idézőjelben mondom mindezt, igen, Rembrandt mester. Aztán pont a világhírű műve lett számára a bukás, éjjeli őrjárat. Rengeteg ember ment oda hozzá, legyen rajta az én arcom és a képen, adom a pénzt, nem is keveset, és sokan megharagudtak rá. Adtam pénzt, nem is kicsit, és alig látszom a képen. És Rembrandtot megutálták, elfordultak tőle, pénzéhes, nem érdekel az élete továbbiakban is. Boldoguljon magában. Eladdig festményei csupa élénk színt adtak a világ elé. Élénk színek, vidám, diadalmas, jókedvű színek. Érte megrecsent, nagyon megrecsent. Nem lett szállása, elment valahova csövesek közé, így mondom mai szóval, megértsük, közöttük élt. Megismerte a Bibliát, Jézus Krisztust, és attól kezdődően festett számtalan bibliai tárgyú festményt. Más színtónusokkal, az a sötét barna, a Rembrandti festés, az a sötét barna. Az mindig sötét, nem fekete, a sötét barna. Egy festménye különösképpen üzen. Többi is, de ez különösképpen is. Nemrég ünnepeltük karácsony szent ünnepét, és olyan jó volt látni megint az ő alkotását, ezt a néma ecset evangelizációt. Nem szavakkal mondta, ecsettel és vászonra. Helyszín Betlehem, a jászolistáló. A képen rajta József, Mária, és a kicsi gyermek bent a jászolban. Az istálóban sehol, nincs sehol semmiféle lámpa, lámpás, istáló lámpa, semmi nincs. És ragyog az istáló. Mi a fényforrás? Rossz a kérdés. Ki a fényforrás? A kisgyermek. Jézus Krisztus. Nem kell istáló lámpa, gyertyák, fákja, semmi nem kell. Ő a világosság. És odaírta a kép aljára alcímként, ő a világ világossága, Jézus Krisztus. Mekkora evangelizáció. Nem emberi fények, gyertyák, Jupiter lámpák, akármik, nem, hanem maga Jézus Krisztus, a fényforrás, igazi örök fényforrás, gyönyörű festmény. Rembrandt, a híres, nagyszerű festő élete megrecsent, megfeszítetett, de megismerte Jézus Krisztust, és élete tartalmat nyert. Nélkülözött sokat. Éhes volt, gyakran volt éhes. De mégis megérte számára, nem hogy megérte, így mondta, ez az élet. Ez a megtalált élet. Én most vagyok otthon, a helyemen, nyugodtabb és derűsebb vagyok, mert megismertem az Urat, Jézus Krisztust.
és a megismerés magával hozta, ember voltam kiteljesedését. De szép, igen. Krisztussal együtt megfeszítettem, anélkül nem megy. Vadpéntek nélkül nincs húsvéti öröm, semmiképpen sem. Megfeszítettem, amit eddig értéknek gondoltam, már nem gondolom értéknek. Ami eddig volt, talán sokkal emberebb volt, emberi szintet tekintve, sokkal gazdagabb volt, jobb módú volt, de most megtaláltam igazán önmagamat. Mióta? Amióta nem én élek, hanem bennem Jézus él. Azóta vagyok ember, felszabadult, derűsebb, optimistább egyértelműen. Röviden csak három kis mozzanat, igét illetően. Élek többé nem én, él bennem a Krisztus. Beteg ember, sok gyógyszert kell szednie, vagy a kórházban ápolók, vagy aki ápolja, ő teszi ki a gyógyszert oda mellé, elosztva, mely napszakban kell beszedni, mely időpontban, evés előtt vagy után látja a gyógyszert, de nem szedi be. Gyógyszer eltölti őt nagyon jó pszichés érzéssel, ha baj lenne, meg tudom venni, veszem magamhoz. Ha baj lenne, itt a lehetőség, nem kell félnem, de a gyógyszert nem veszi magához. Mai embertípus az ilyen, aki azt mondja, hogy én hiszem Jézus Krisztust, hiszem az Istent, nem tagadom, csak nem érdekel. Ma sok ilyet hallok testvérek. Hiszem én őt, dehogy tagadom, de nem érdekel. Vagy nem érek rá vele foglalkozni, vagy egy kis kedves olvasmánynak tartom, közel-keleti mesevilág, de nem érdekel. Hiszem, nem tagadom. Ha bárki meghal, eltemettetem, de nem érdekel igazán. Ott a gyógyszer, nem veszem magamhoz, nem élek vele. A másik beveszi a gyógyszert, csak a gyógyszer éppen nem hat különösebben. Ilyen van. Betegségre van 5-6 gyógyszer, egyiket kipróbálja az orvosa által, és valahogy nem megy, nem hat. Benne van a gyógyszer, csak éppen nem hat a gyógyszer. Van ilyen sokszor. Vezette a gyógyszert? Jön a kérdés. Igen. Kellő időben? Kellő időben. Kellő mennyiségben? Igen, mennyiségben. De semmit nem javultam. Embertípus. Hiszem én őt, csak valahogy semmi bennem nem változik. Élek én bele, akár lelkipásztorként, magamról beszélek, lelkisztársaimról. Hirdetem, készülök rá minden vasárnapra, hétköznapra is, de valahogy nem érzem azt a forróságot, azt a melegséget, nem érzem valahogy. Harmadik, bevettem a gyógyszert, és hat. És gyógyszerré lesz, de neve is mondja, a gyógyítás szerévé lesz. Élek többé nem én, él bennem a gyógyszer. A legfőbb gyógyszer áldott orvostól kaptam, nem receptre, anélkül is, nem kerül semmibe, ott nincs áremelkedés, életek vele egészen könnyen, és él bennem. És él bennem a gyógyszer, az örök gyógyszer, Jézus Krisztus. Annyi és annyi emberi példa, annyi és annyi elmondani való, névtelen emberek, vagy éppen híres emberek életét tekintve is. Közismert Albert Schweitzer. Többen őt nem tartották normálisnak. Eladja a vagyonát, otthagyja Európa orgonáit, ott hagyja a műtőasztalokat, mint orvos is, és kimegy Afrikába, bambuszkonyhova. Nem normális szegény. Nem normális. Élt benne Krisztus, és megtalálta önmagát. Akkor lett igazán önmaga, mikor ezt megtette, megtehette, és öröme volt benne. És öröme volt benne. Megráz mindig engem, Kalkuttai Teréz élete, aki fiatal korában kamasztányként hallotta a hívást,
menni kéne Ázsiába. Rengeteg a leprás, nincs segítség, nincs munkaerő mellettük, de jó lenne segíteni. Leprások közé, nagyon veszélyes, életveszélyes, súlyosan. Lepra hogy terjed? Tapintásra egyértelműen. Terjed az szájon át és tüsszentés által is. Tapintása leginkább. És ő elment. És hittel ment. Nem mártírnak ment, hanem szolgálni ment. Nem belehalni, hogy ő milyen nagyszerű ember, halált is vállalta a leprásokért, nem így ment oda. Szolgálni ment oda. Egy életen keresztül mosta, mondjuk ki, leprások undorító, büdös testét, bocsánat a szóért, de erről van, tudja mindenki, erről van szó. És nem lett leprás, élt 92 évet. Miért is? Mert a belső immunrendszer ott volt egyértelműen maga Jézus Krisztus. Van egy könyve, Jézusért tettük, őért tettük. És ha tudok jó szívvel az Úr által szolgálni ma is, immunrendszerem összörössé lesz. Nem én találtam ki, okos emberek mondták, orvosok, tudósok. Ha tudok örömmel és jó szívvel szolgálni, nem magamért, tapsviharért, kitüntetésért, az Úrért, dicsőségére, akkor immunrendszerem összörössé válik. Ha nem mondok újat, bocsássák meg, de szívesen mondom, híres orvos, biológus professzor mondta annak idején előadásában, a tengeri sün csak odálhalak szimbiózisát, együttélését. Tengeri sün tüskéi közé a koszból belekerül, nem tud levegőt venni, és elkezd szenvedni tőle. Oda megy a korálhal, kikapkodja a tüskék közül azokat a koszmókat, veszélyes műfaj, egyet fordul a tengeri sün, éles tüskéivel megöli a halat. Veszélyes. Megmérték a halak immunrendszerét, és amikor tudtak szolgálni, úgymond ők is, és segíteni, immunrendszerük meg négyszereződött. Azonnal vagyok ember, sokan mondják. Mindig kerestem önmagamat. Sosem voltam elégedett igazán önmagammal. Nem lehetnek vágyaim hívő emberként is? Dehogy is nem. Hogy ne lehetnének? Céljaim, gondolataim? Munkahelyemen előre lépni? Jobb fizetést kapni? Tisztességes munkáért? Hogy ne lehetne? De mennyire úgy lehetne? Csak tudom, ki az én Uram. Rábízom magam, és talán homlokom, amelyik barázdált, ráncos homlok a gondok miatt, kisimul. Arcom, amelyik sokszor nem ismer mosolyt, csak bumálos tekintetet, mosolyra tud fordulni. Mert ott van szívemben Jézus Krisztus. Művelt ember volt, nagy karrier előtt állt, elindult Damaszkuszba, élete megrecsent, meghalt a kereszten, a földi kereszten, a Damaszkusz határában. Emberélet összetörtem, karrier semmi vélet, és mégis boldog, mégis derűs ember, Saul Pál. És lett ezrek, tízezrek, utókornak milliók vigasztalója, lelki gondozója. Igen, még egyszer. Krisztussal együtt megfeszítettem, élek többé, nem én. Él bennem a Krisztus. Úrunk Jézus, engedj ne csak hinni téged, hanem életünkben legyél te minden mindenekben. Élj szívünkben, hogy tudjunk másokat is éltetni. Amen.